Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, szevasz Miska. Folytatjuk az iterátorokat, illetve hát foglalkozunk még az iterátorokkal, inkább úgy fogalmaznék. Ugye elkezdtünk hinni múlt alkalommal egy ilyen dokumentum adatstruktúrát, ha úgy tetszik, és ezt a dokumentum adatstruktúrát fogjuk még egy picit tekergetni. Ugye múltkor ott hagytuk abban nagyjából, hogy elkészült, és be tudtunk olvasni egy szöveget, illetve kiírni, ami hát szuper, mert tényleg úgy aránylag jól mutatja, hogy hogyan is működik ez a dokumentum adatstruktúra, de azért jó lenne, hogyha valami kis extra funkciók is lennének benne, hogy tényleg lássuk az erejét a dolognak. Úgyhogy ma bemelegítésként el fogunk készíteni pár ilyen alap kis funkciót, ilyen karakterszámolás, meg ilyesmi, tényleg ilyen nagyon-nagyon alap kis dolgok, és a végénre megpróbálunk eljutni oda, tehát a mai alkalom végére, hogy szöveget tudjunk benne keresni, tehát kvázi írni fogunk egy nagyon egyszerű kis, hát ilyen grepet, vagy valami ilyesmi, csak ez egy dokumentumba fog keresni. Jó, rendben van. Na, hol is hagytuk abba? Ugye itt vagyunk most, legalábbis nagyjából itt hagytuk abba, és akkor innen is mennénk tovább. Ugye itt vagyunk valahol, hogy ugye beolvasunk egy fájlt, pontosabban itt megnyitunk egy fájlt, létrehozunk egy ilyen dokumentum példányt, beolvassuk ugye ezt a globális jobbra kacsacsőr operátort terheljük túl, majd egy saját kis print függvénnyel kiírjuk. Jó, csak hogy emlékeztetőül, igen, itt vagyunk, hogy mi is történik, ugye lefordítjuk, és úgy tudjuk futtatni, hogy parancsori argumentumként adjuk át a fájlnevet, ugye ezt itt látjuk, és itt szépen kiírja nekünk a szöveget, amit beolvastunk. Jó? Úgyhogy nagyjából itt vagyunk most. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Na, úgyhogy akkor innen folytatnánk, hát első lépésben egy nagyon-nagyon egyszerű kis dolgot fogunk csinálni, mégpedig megírjuk ezt a karakterszámolót, tényleg ez csak ilyen bemelegítésként, mert azért ez egy viszonylag egyszerű dolog. Úgyhogy akkor ezt tegyük is meg. Fogjuk ezt majd használni, mert a következő feladat egy ilyen olyan feladat lesz, amivel sorokat tudunk kitörölni ebből a dokumentumból, és azzal fogjuk majd tudni prezentálni hát tulajdonképpen a lista adatszerkezetnek az erejét, de akkor először nézzük ezt meg. Hát itt kívül fogjuk ezt megírni, lehetne úgy is, hogy belül van a dokumentum struktúrába, és akkor külön nyilván tartjuk meg ilyesmi. Az egyszerűség kedvéért most ezt írjuk meg itt kívül. Ugye egy referenciát fogunk átadni, és ugye annyit fogunk csinálni, hogy szépen egy-egy iterátorral tulajdonképpen tehát egy iterátorral végigmegyünk az egész dokumentumon, tehát tényleg egy nagyon egyszerű kis valami lesz. Ugye van nekünk egy ilyen text iterátorunk, ezt fogjuk használni. És akkor ezt készítsük is el. Ugye, ahogy az iterátorunk működik, ami kis saját iterátorunk, ugye a dokumentumnak az elejére fogjuk ezt becsatolni. És ugye külön nyilván fogunk tartani egy igen, egy számlálót, és ez a számláló fogja nekünk számolni tulajdonképpen a karaktereket. Hát tényleg ez egy nagyon egyszerű dolog. Tehát amíg ez az iterátor nem ér a dokumentumunk végére, addig ugye egy részt számoljunk. Tehát ugye növeljük ezt a számlálót, és léptessük az iterátorunkat. De ugye fordítva, mert hát mondjuk ennek mindegy lenne, de ez ugye
Így a szerencse is. Jó, és ugye, ha végére érünk, akkor dobjuk vissza a számlálónak az értékét. Jó, hát reméljük, hogy jól dolgoztunk. És akkor ezt írjuk is ki. Hát, szerencsés ide a végére. Ez ugye szépen még egyszer végig fog menni a dokumentumunkon. De lássuk is, jó? Hát, simán csak kiírjuk az értéket. Ilyen szép magyarosan karakterek száma. És itt csak hívjuk a karakter számoló függvényt a saját dokumentumunkra. Ugye ez egy referenciát fog átadni erre a MyDoc objektumra. Így van, és itt már csak annyi dolgunk van, hogy egy új sort még ide bedobunk a végére, és elvileg rendben is vagyunk. Nézzük meg. A program lefordul, ez nagyon, nagyon örömteli. Jó, így szépen kiírja a szöveget, és kiírja, hogy karakterek száma 1608. Na hát ezt le tudjuk ellenőrizni. Hát nyissuk meg itt. A Sublime biztos, hogy jól csinálja. Jó, tehát itt van nekünk ez a szöveg. És ha ezt itt kijelölöm, akkor kiírja itt nekünk, remélem látszik. Tehát itt kijelöltem kontrollalval az egészet, és látszik, hogy 1608 karaktert választottunk ki. Ez csak egy ilyen check, hogy biztos jól működjön. A Sublime-ba biztos jól működik, vagy hát legalábbis én bízom a Sublime-nak a fejlesztőibe. Jó, tehát úgy néz ki, hogy jól működik, mondom ezt csak erre az egy szövegre. Lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni több szövegre is, de ezzel most én nem akarok időt tölteni. Úgy néz ki, hogy akkor jól dolgoztunk. Tehát akkor a következő feladat akkor, hogy törőjünk ki sorokat, és hogy hogyan lehet sorokat kitörölni. Na most nagyon egyszerűen fogjuk ezt megoldani, legalábbis, hogyha megtalálom a jegyzetembe. Ugyanis annyit fogunk csinálni, hogy hát innen folytatjuk, mert itt a karakterek száma majd lesznek, majd egy jó kis referencia lesz nekünk. Valamelyest, hogy így van, tehát egész egyszerűen annyit fogunk csinálni, hogy ugye átadjuk a MyDoc-ot, és egész egyszerűen csak azt mondjuk, hogy az ötödik sor törője ki. Jó. Hát ez így nagyon fapad, meg azért nincs benne túl sok fantázia, de ugye ennyit fogunk most csinálni. És akkor mit is, hogyan is kell, hogy ez működjön? Hát valahova, hova írjuk, de a print elé, mindegy egyébként. Tehát a print elé fogjuk ezt megírni, és akkor egy nagyon egyszerű kis dolog lesz, hát nyilván átadunk egy dokument referenciát, illetve egy sorszámot. És akkor tulajdonképpen annyi lesz a dolgunk, hogy azt a sort kitöröljük. Ugye, hogyha emlékszünk a lista adatszerkezetbe, tehát nekünk a dokumentumunk hogy épül fel, ugye van egy lista, és a listába vannak sorok. A sorok meg ugye egyszerű karaktervektorok, persze lehetett volna string is, meg ilyesmi, de most karaktervektorok, és ezeken a sorokon megyünk végig karaktervektorokkal. Sorokon, illetve karaktervektorokon megyünk végig iterátorral. Na most, ugye miért csináltuk így? Ugye, hogyha az egész szövegünk egy vektor lenne, tehát ez a 1608 karakter, amit ugye megszámoltattunk, és mondjuk egy betűt be akarnánk szúrni a közepére, akkor az azt jelenteni, hogy nyilván először el kell menni addig a karakterig, mondjuk ez egy vektornál viszonylag gyors, mert ott ugye a subscript operátor az
ugye Direct Access, tehát egyből odaugrik, viszont azt kell csinálnunk, hogy ami a karakter, tehát a beszúrandó pozíció mögött vannak karakterek, azokat mindet egyel arrébb kéne tolni. Ez egy viszonylag resource igényes, tehát erőforrás igényes dolog, és ezért döntöttünk úgy, és azért csináltuk így a dokumentet, hogy soronként külön vektorba tesszük. Így nem kell végig, tehát hogyha be akarunk illeszteni valamit, akkor csak tulajdonképpen el kell mennünk addig a sorig, és addig a vektorig, és csak azon az egy vektoron belül kell azt a pár karaktert mozgatni. Ez valamennyi erőforrás spórol nekünk, mondjuk 1608 karakterem éppen használhatnánk a vektort is, mert ez nem olyan sok, de mondjuk tételezzük fel, van 70-80 vagy 100 ezer karakterünk egy ilyen dokumentumba, akkor az már akár lassú is tud lenni. Jó? És akkor csak, hogy szemléltessük, ugye egy ilyen erase line fogunk csinálni, ami nagyon egyszerűen annyit csinál, hogy azt az egy vektort fogja kitörölni, ami azt az egy sort tartalmazza, amire ugye ezzel a sorszámmal fogunk tudni hát hivatkozni idézőjelbe. Tehát nem azt kell csinálnunk most, hogy elmenni a vektorba valameddig, és ott azt az egy kis részt kitörölni, majd a mögötte lévő karaktereket áttolni, hanem egész egyszerűen annyi fog történni, hogy a listában elugrunk addig az elemig, ugye ez a line number fogja nekünk megmondani, hogy hanyadik elemig a listában, és egész egyszerűen a lista adatszerkezet erase tagját fogjuk használni, ez szerencsére megvan írva ugye a listába, és azt az egyet csak kitörőjük tulajdonképpen azt az egy elemet. Jó? Szerencsére a lista adatszerkezetnek ez az erase tagfüggvénye megvan írva, úgy, hogy működjön is, nyilván, mert ugye standard library-beli, tehát működni fog. Ugye, hogy a pointereket is szépen átállítja, ugye a láncolt lista által diktált logika szerint, tehát az, hogy amit kitöröltünk, ugye nyilván ott azt felszabadítja meg ugye az a vektor ott megszűnik, úgymond, illetve az előző pointert állítja a következőre, a következő pointert pedig az előzőre. Jó, tehát ez szépen meg fogja a lista nekünk csinálni. Na de, írjuk is, mert a filozófia eddig akkor megvan. Ugye először azt kell csinálnunk, hogy menjünk el abba, tehát nyilván először kell nekünk egy iterátor. Ó, tehát veszünk egy iterátort, és akkor csináljuk azt, hogy ezzel az iterátorral menjünk el arra az elemre, ahol, amit nekünk ki kell törölni. És hát megszokott dolog ez az iterátoroknál, hogy van ez az úgynevezett advance, amivel el tudunk jutni, bocsánat, tehát amivel úgymond az iterátorral tudunk közlekedni. Hát ugye ez az advance, ez mehet előre is, meg visszafele is, hát most úgy fogjuk majd megírni, hogy csak előre fele menjen. Meghagyom nektek a lehetőséget, hogy megírjátok úgy, hogy visszafele is menjen. Jó? Tehát mi most csak előre fogunk menni. Tehát ez az advance egy ilyen általános dolog, úgymond, amivel tudunk így szépen előre meg hátrafele menni az iterátorunkkal. Jó, és akkor egész egyszerűen csak annyit kell tennünk, hogy ebben az adatszerkezetben kitöröljük ezt a sort, amire a P iterátor mutat. Jó, tehát mit csináltunk? Készítettünk egy iterátort, nyilván amivel közlekedünk. Elléptettük az iterátorunkat annyi pozícióval, amennyivel nekünk szükséges, és utána szépen hívtuk a lista adatszerkezetünknek az erase tagfüggvényét, aminek ugye át kell adni azt az iterátort, az adott sorra mutató iterátort, amit ki szeretnénk törölni. Jó? Oké, és jó. És akkor nyilván alapvetően ennyi lenne a dolgunk, de azért kicsit kulturálódjunk már abban az értelemben, hogy egy minimális hibakezelést tegyünk már ebbe bele. Ugye egyrészt azért, hogyha mondjuk üres a dokumentumunk. Hát, ha nem üres. Jó, tehát hogyha ez a... Tehát egyrészt, hogyha a line
Tehát a sorszámunk az kisebb, mint tehát kisebb, mint nulla. Nyilván ez első körben mindenképp. Illetve egy olyat kéne még, hogyha... Hát legyen az is, hogyha üres a dokumentumunk. Így van. Jó, tehát hogyha üres a dokumentumunk, vagy még egyszerűbb, hogyha úgy csináljuk meg, hogyha olyan sort akarunk kitörölni, ami nem létezik. Már szerintem egyben benne van az is, hogyha üres a dokumentumunk. Jó, tehát hogyha olyan sort akarunk, ami nem létezik, kiteszem nagyba, hogy látszódjon. Tehát kisebb egyenlő a sorszámmal. Gondoljuk végig. Így van. Jó. Tehát, hogyha olyan sort akarunk kitörölni, ami nem létezik. Tehát mondjuk 5 sor a dokumentumunk, és a 8-at akarjuk. Így van. Hát, ne agyaljuk túl. Csak elegánsan térünk vissza. Nyilván itt jönne hiba üzenet is. Vagy through exception. Ugye, ahogy tanultuk, de... Jó. Rendben lesz így. Nyilván, hogyha tényleg szépen akarnánk, akkor dobnánk egy kivételt, amit elkapnánk a mainbe. De most egyelőre legyen ennyi elég. Jó, na és akkor írjuk meg ezt az advanced függvényt is, hogy meglegyen. És akkor ez az advanced függvény hát viszonylag egyszerű lesz. De mivel, hogy itt ennek jó lenne, hogyha ha bármilyen iterátorra működne, akkor ezt is írjuk meg sablonosra. Így van. Jó. És akkor, hogy mennyivel menjünk? Tehát ugye kell nyilván az iterátor, meg kell az, hogy mennyivel menjünk előre. Ez esetben csak előre. Jó, és amíg, hát legyen egy ilyen sima ciklus. Tehát amíg ugye az n az nagyobb, mint nulla. Így van, addig egész egyszerűen csak annyit csináljuk, hogy léptessük az iterátort, és csökkentsük a számot. Hát, ne keverjük, legyen így. Jó, és akkor elvileg az advance úgy nagyjából ennyit csinál, és akkor ugye itt lehetne az, hogy mi van, hogyha az n az negatív, akkor ugye visszafele lépegetünk. Ezt itt lehetne cizellálni. De most egyelőre menjünk csak előre. Jó. Oké, és szerintem ide ennyi kell, de mindjárt kipróbáljuk, hogy jó-e. És akkor ugye így akarjuk használni, hogy töröljük ki a MyDoc objektumunk ötödik, vagy ötös számú sorát. Ez ugye a negyedik sora lesz. És akkor csináljunk megint egy olyat, hogy egyrészt írjuk ki megint a karakterek számát. Hát meg írjuk ki megint a dokumentumot. Vagy... Hát, ne írjuk ki kétszer, írjuk ki csak itt a végén, és akkor majd összehasonlítjuk. Összehasonlítjuk. Hát, reméljük a legjobbakat. Fordítsunk egyet, és abból látni fogjuk, hogy jók vagyunk-e. Eddig úgy néz ki, hogy jók vagyunk, de futtassuk is le. Jó. Na, hát 200 karakter úgy eltűnt a doksiból, és itt van nekünk a dokumentumunk, most megnyitom. Azt mondja, hogy az ötös számú sort töröltük ki. Melyik az ötös számú sor? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ha jól számolom, akkor ennek a sornak nem kéne itt megjelennie. Simulation, igen, többiről. Oké, és akkor a következő sor, the solution uses opens, így van. Tehát ezt a sort
is törölte itt nekünk. Oké. Na most ugye annyi, hogy ez 198 karakter, de ugye nem számolja bele az új sort, de így már beleszámolja. Jó? Tehát innen kezdem a kijelölést, hogy meglegyen az új sor is. És akkor itt van egy szóköz, sorvégi szóköz, agyvérzést tudok tőle kapni, de mindegy, ott van egy szóköz, azt látjuk, meg itt van egy új sor karakter, tehát látjuk, hogy ez így kereken 200 karakter. Jó, és pont 200-zal lett kevesebb karakterek száma. Jó, tehát úgy néz ki, hogy jól dolgoztunk. Akkor a következő dolog, lépjünk tovább, készítsünk akkor egy olyan kis modult ehhez a dologhoz, hogy tudjunk benne stringeket keresni. Tehát a szövegbe stringeket keresni. Így van, és akkor ezt fogjuk most elkészíteni. Persze, hogyha megtalálom. Így van, meg is van. Jó, na, és akkor hogyan kéne ezt elkészítenünk? Hát szerintem ezt most itt elegánsan kikommentelem. Így van. Jó, és akkor ide fogom megírni ezt a kis dolgot. Ugye van nekünk egy szövegünk, amit fájból olvasunk be, és ezt tehát beolvasjuk a memóriába, és akkor ebbe akarunk keresni szövegrészeket. Na most nyilván sokféleképpen lehetne, legyen parancsori argumentumunk a szöveg, csak hogy egyszerű legyen, amit keresni szeretnénk. Nem a legjobb megoldás, mert nem a legjobb, de mindegy, most ez így alapvetően szerintem rendben lesz. És hogyan fogjuk ezt használni? Ugye nyilván mi van, le kell tudnunk kezelni azt is, hogyha nincs meg, tehát ha nem találtuk meg azt a szövegrészt. Úgyhogy készítsünk itt kívül egy ilyen textiterátort, és ez a függvény, ez egy ilyen textiterátort fog nekünk visszaadni. De nyilván ennek is majd átadunk paraméterül textiterátor, csak hogy általánosan tudjon működni. Erről majd mindjárt beszélünk, és hogyha ez az iterátor elmegy a dokumentumunk végéig. De akkor miért így írom? Tehát, hogyha elmegy a dokumentumunk végéig, azzal fogjuk jelezni azt, hogy nem találtuk meg. Jó, ez egy ilyen általános megközelítés a Standard Template Library-s iterátoroknál is, hogyha keresünk valamit, vagy valamit akarunk csinálni, teljesen mindegy mit, akkor ugye az iterátort elkezdjük léptetni. És ha megtaláljuk azt a tartalmat, amit keresünk, most teljesen mindegy, hogy milyen célból, hogy ki akarjuk cserélni, ki akarjuk törölni, bármit szeretnénk, hogyha eljutunk az iterátorral a konténer végéig, azzal jelezzük azt, hogy nem találtuk meg. Jó? Alapvetően ez egy nagyon egyszerű, meg viszonylag elegáns megoldás is, de az STL-ben ez egy alap megközelítés. Jó? Tehát a Standard Template Library is konténerek, illetve az abba definiált iterátorok így működnek. Írjuk meg hát mi is így. Tehát hogyha ezzel az iterátorral, amivel keressük a szöveget, eljutottunk a dokumentumunk végéig, akkor azzal mondjuk meg azt, hogy nem találtuk meg. Ezzel jelezzük. Jó? Egyébként pedig akkor csináljuk azt, hogy írjuk ki azt a kis szöveget, de ne azt írjuk ki, hogy tehát ne azt írjuk ki, amit parancsori argumentumként átadtunk, hanem írunk erre majd egy függvényt.
ami majd ki fogja írni a dokumentumban lévő szöveget, tehát a dokumentumban fog majd szépen végigmenni ott a szövegen. Kifejtem, amint odaértünk. Jó? Ne felejtsünk majd el ezt megírni. Ide is nyilván majd átadjuk a dokumentumunkat, meg az iterátort, meg nyilván az, hogy, tehát, hogy mit kell kiírni. Jó? Haladjunk szépen sorba, kezdjük ezzel a fine text-tel. Na most ebbe a fine text függvénybe mit kell nekünk átadni? Hát szuper lenne, hogyha egyrészt átadnánk neki egy iterátort, tehát hogy hol keresse. Jó? És akkor ugye legyen egy, hát a szokott módon, tehát hol keressük a szöveget, nyilván a MyDoc-ba, és az elejétől a végéig. Jó? Kiteszem el megint nagyba, mert kezd hosszú lenni a sor. Jó, tehát hol keressük ugye a MyDoc-ba elejétől a végéig. És mit keressünk? Hát valami szöveget. De hát mi legyen ez a valami szöveg? Ugye nagyon egyszerű. Itt ez legyen egy sima string. Jó, tehát egy ilyen sima standard névtérbeli string. Számtext. Hát, nem szép, de csináljuk így. Jó. Ugye itt a valamelyik konstruktora fog lefutni. Hát, szerintem használható így a szöveg. Ez ugye egy karakter pointer. Hát, szerintem működni fog így. Mindegy, ha meg nem, akkor majd csináljuk máshogy. Jó. De szerintem ez így rendben lesz. Jó, és akkor ez a számtext, amit fogunk keresni, tehát akkor ennek a findTextnek majd lesz ugye két iterátor paramétere, illetve egy string, tehát egy const string reference paramétere. Legalábbis így első nekifutásnak szerintem ez így rendben lesz. Jó. Pillanat türelmet. Jó. Na, és akkor írjuk meg most már tényleg ezt a findText függvényt is. Hát, hova írjuk? Szerintem az nem tudom, hogy az Edwin szerintem fog nekünk kelleni. Gondolkodok. Meglátjuk. Hát, ide írom a print elé, és akkor biztos, hogy nem lesz gond. Jó, na tehát akkor, ugye fine text, mit kell visszaadjunk? Vissza kell adnunk egy text iterátort, ugye ami a mi saját dokumentumbeli iterátor típusunk, vagy hát olyan iterátor, amit a dokumentumunkban használunk. És akkor kell neki egy text iterátor az elejére, egy a végére. Tehát ugye az intervallum eleje és vége, ahol keressük, és ugye ahogy mondtam, kell neki egy ilyen constant string referencia, tehát hogy mit keressünk. És jó. Na és akkor itt belül tudjuk ezt megírni, hogy hát kezdjük egy kis hibakezeléssel, hülyeség egyébként, mert nem biztos, hogy ennek lesz értelme. Tehát, hogyha nyilván a stringünk üres string, akkor simán csak térünk vissza. Mondjuk itt is visszatérhetnénk a végével, és térünk is vissza a végével, mert hogy ugye üres stringet ne akarjunk benne keresni, tehát térjünk vissza a végével, és akkor kiírja nekünk, hogy not found. Elegánsabb lenne kívül lecsekkolni, hogy milyen stringet adtunk, mindegy, nem érdekes. Jó, oké is. Na és akkor ugye, hogyan keresünk szöveget? Keresünk szöveget ugye úgy, hogy ugye illeszteni akarunk, idézőjelbe. Nyilván ahhoz, hogy illeszteni tudjunk, ugye első lépés az, hogy keresünk meg az első karaktert, tehát hogy mondjuk átadunk ugye itt ebbe a stringbe valamilyen szót, vagy szavakat, vagy teljesen mindegy mit. Ugye keressünk meg az első karaktert.
Jó, ehhez ugye csináljunk egy ilyen kis lokál változót. Ugye ez a first karakter, és akkor ez legyen az s-nek a s0. Stringnél nem biztos, hogy ez olyan szép, de mindegy, működni fog, legalábbis reményeink szerint. Jó, és akkor keressük meg a szövegünkben ezt a karaktert. És ezt is majd egy külön függvénybe fogjuk megoldani. Tehát, hogy az, hogy visszaadjon egy ilyen egy iterátort erre az előfordulásra. Jó, tehát nekünk egy iterátor fog kelleni, és ez keresse meg nekünk, ugye az adott intervallumban ezt a karaktert. Így van, tehát ezt a karaktert keresse meg nekünk. Ezt a find függvényt mindjárt megírjuk, mert ezt jó lenne úgy megírni, hogy ez ilyen generikusabb legyen. Szerintem nincs ilyen szó, tehát ilyen sablonos legyen. Jó. Tehát ezt úgy fogjuk megírni, mert fogjuk majd szerintem ezt később is használni. Jó. És hogyha megvan nekünk ez a... Megvan nekünk ez a karakter, tehát benne van a szövegbe, akkor adjuk vissza. Így van. Jó. Tehát ez az egyik, amit még meg kell írnunk, hogy megkeressük ezt a karaktert. A másik pedig az, hogy legyen egy illesztés. Nem olyan illesztés, hogy ilyen hézagmentes valami. Tehát, hogy illesszük a dokumentumunkra a szöveget. Jó. Tehát akkor mit kell? Vissza kell nekünk majd adnunk egy iterátort. De mikor kell visszaadnunk? Egyrészt, amikor a végére értünk. Mert ugye akkor az azt jelenti, hogy nincs benne az első karakter a szövegbe. Tehát ez a first char, tehát ez a karakter, nincs benne a szövegbe, mert ugye akkor az iterátor a végére ért. Jó. Tehát egyrészt, akkor adjuk, tehát ha a végére értünk, akkor adjuk vissza a végét. Másik pedig az, hogy csináljunk meg ezt a meccset. Ugye onnan, hát egyrészt az iterátortól, ahova éppen mutat, tehát tegyük fel, hogy megtaláltuk azt a karaktert a find-dal, amit keresünk, tehát akkor meccseljük az iterátor első elemétől az utolsóig, és magát a stringet. Minden sokkal világosabb lesz, ha megírjuk a meccs függvényt, ígérem. Jó? De tulajdonképpen ez maga az illesztés. Jó, tehát ez maga az illesztés lesz. Ez fog szépen karakterről karakterre összehasonlítani a dokumentumbeli szöveget a stringbeli szöveggel szépen egyesével. Jó. Mindjárt megírjuk, és akkor látszódni fog az is. Jó, és hogyha ez rendben van, tehát hogyha ez a meccselés ez végigmegy tulajdonképpen, akkor adjuk vissza a P-t. Jó, tehát vagy akkor adjuk vissza a P-t, hogyha rendben van a meccs, vagy hogyha a végére értünk a dokumentumnak, mert nem találtuk meg. Jó? És egyébként... Jó, és hogyha ez a meccselés ez nem ment le, akkor egész egyszerűen csináljunk annyit, hogy léptessük a P-t. Így van. Ugye miért kell léptetnünk a P-t? Mert ugye, ha nem a leszt, és nincs meg a string, akkor léptessük, mert akkor fogjuk tudni keresni az adott karaktert. Jó, tehát ez a léptetés azért kell, mert keressük még mindig az első karaktert. Jó. És hogyha megvan az első karakter, és az nem a... Pontosabban, ha megvan az első karakter, akkor csináljuk a meccset. Ha rendbe lement a meccs, akkor adjuk vissza a P-t. Ha nem ment le rendbe a meccs, akkor léptessük tovább az iterátort. Legalábbis ez lenne az alapintuíció. Aztán majd meglátjuk, hogy működik-e. Na, akkor írjuk meg ezt a find függvényt, és akkor ez a find függvény legyen megint ilyen templétes, mert
szerintem fogjuk ezt még használni. Jó, tehát akkor kezdjük is. Ugye ez is ilyen iterátoros lesz, de jó lenne, hogyha az is, amit keresünk, az is sablon lenne. Hát itt most inkább class iter legyen, illetve class t. Jó, mert ugye egyrészt szeretnénk az iterátort is sablonosra megcsinálni, illetve azt is, hogy mit keressünk. Jó, úgyhogy akkor ezt csináljuk meg most így. Tehát legyen egy first, legyen egy last, és ugye itt legyen az a sablon t referencia, de ugye konstans referencia, ugye az értékre, amit akarunk keresni. Hát, nem biztos, hogy ennek van értelme, mármint úgy értve, hogy hát mondjuk miért ne lenne. Lehet ez egy karakterpointer is, nem muszáj ennek stringnek lenni. Jó. Oké is. És akkor szépen menjünk itt végig, hát gyakorlatilag a szokott módon. Itt ugye még csak az első karaktert keressük, tehát ez viszonylag egyszerű. És ugye, hogy meddig megyünk ugye az utolsóig. És itt az kell, hogy hogyha ez a P, ez így van, tehát ez a csillag P, ez egyenlő az értékkel. Jó? Tehát ugye dereferenciáljuk a P-t, tehát megnézzük, hogy a P-nek milyen az értéke. Tehát a P milyen értéket hordoz, csak hogy pontos legyek. És ha az egyenlő az a value-val, amit átadunk. Hát igen, itt ez azért is érdekes, mert tehát csak jó az, hogyha ez is template, mert ugye itt az iterátorokban sok mindent tudunk keresni, itt meg már konkrét értéket fogunk átadni. Tehát iterátorra tudunk keresni integert, karaktert, sok minden egyebet, és akkor itt már tényleg jó, hogyha ez is template-es. Mert akkor itt tudunk integerre, meg akármire, tehát így lesz igazán sablonosztályos, vagy sablonos a find függvényünk. Jó, akkor csak jó, csak megmagyarázom, hogy miért akartam elsőre is úgy. Jó, na de lépjünk tovább, mert hogyha megvan nekünk ez az érték, tehát megtaláltuk, akkor adjuk vissza az erre mutató iterátort. Jó, tehát adjuk vissza a pointert, egyébként meg simán csak léptessük. Jó, és ugye amint még mindenképp tegyünk meg, hogy adjuk vissza itt kívül is a P-t. Miért adjuk vissza kívül a P-t? Mert ez lesz az utolsó, hogyha nem találtuk meg. Jó, tehát ha megtaláltuk, visszaadjuk azt az elem, arra az elemre mutató iterátort, amit megtaláltunk, egyébként meg simán adja vissza P-t. Mert ugye az azt jelenti, hogy végigmentünk a keresendő konténeren, és a végén vagyunk. Jó. Hát, hogy jó, az majd kiderül. Okés. Na, és akkor amit még kell itt nekünk, az ugye a match. A match függvény, ami viszont már szépen így karakterről karakterre fog menni. Így van. Ezt is írjuk meg szerintem hát sablonosztályosra, viszont itt a string referenciát muszáj lesz átadnunk. Tehát azt már lehet, hogy nem tudjuk sablonosra írni. Mindegy, részletkérdés. Írjuk meg ezt is akkor ilyen sablonosztályosra. Kés. És ugye itt az iterátor lesz ugye a sablon, tehát az, hogy valamilyen iterátor kell majd nekünk. Ugye ez a match, ez igazából igaz hamisat ad vissza, tehát hogy megvan vagy nincs meg. Ugye itt az if miatt ez egyébként is ennek kéne lenni. Jó. Jó, fontos, hogy logikai kifejezésben azért igyekezzünk mindig logikai értékeket adni operandusnak. Bár nyilván lehet trükközni, de ne trükközzünk.
És akkor, hogy mit adjunk át ennek, ugye kell az eleje, meg a vége. Tehát az intervallum, hogy hol keressük, tehát hol meccseljünk, úgymond. Illetve kell maga a string. String, ha sikerül írnom, amit ugye illeszteni akarunk a szövegünkre. Első, utolsó és string. Jó, 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 jó. Oké is. Na, és akkor itt tudunk egy olyat csinálni, hogy ugye egyrészt van nekünk egy iterátorunk, vagy hát lesz nekünk mindjárt egy iterátorunk, hát pontosabban van, mert itt átadjuk paraméterbe, ugye a dokumentumunkon, amiben keresünk, és szerencsére tudunk csinálni egy string iterátort. Na most ezt csodaszépen kiírom, csak hogy látszódjon, meg nem mindig az autót használjuk. Egy ilyen const iterátort, ami a stringünkön fog végigmenni, és ezt a paraméterül kapott stringtől fogjuk elkérni. Tehát ugye itt ebben van egy iterátor, és ezt fogjuk tulajdonképpen használni. Ezt fogjuk használni a mi kis match függvényünkbe. Így van, így van. Jó. Jó. Tehát ezt adja nekünk a string. Ugye const iterátor, mert nem akarjuk rajta keresztül módosítani a string értékét. Amúgy se illik, mert a stringeket szeretjük immutable-ként használni. És ezt azért itt jelezzük is. Külön is. Arra most héten nem emlékszem, hogy így stringet tudunk elemenként. Talán a... Azt hiszem, hogy nem. De ne kövezzetek meg, ha mégis. Jó? A lényeg, hogy jelezzük, hogy nem akarjuk módosítani az értékét, ezért használunk const iterátort is, mert csak szépen végig akarunk menni az elemeken. Jó, na és akkor ugye mit akarunk? Szépen elemről elemre összehasonlítani azt, hogy egyeznek-e, tehát illeszteni akarjuk, meg akarjuk nézni, hogy a keresendő string az ugyanaz-e, mint amit amiben keresünk. És akkor ezzel szépen végig fogunk menni. Hát meddig megyünk végig? Egyrészt, amíg a paraméterül átadott iterátorral nem érünk a végére, mondjuk, ez alapvetően egy megközelítés lehet. A másik, meg ugye, amíg nem érünk ugye a stringünknek a végére, tehát az S-nek a végére. Last, nehogy last, end, bocsánat. Tehát itt az S-nek a végére nem érünk. Jó? Tehát megyünk ugye azzal az iterátorral, amit paraméterül adunk át, illetve megyünk itt a mi kis string const iterátorunkkal, egészen addig, amíg a végére nem érünk. És akkor itt csináljuk azt, hogy megnézzük azt, hogy az éppen aktuálisan az iterátorok által mutatott elemek egyeznek el. Hát, de csináljunk fordítva, úgyhogy ha nem egyeznek, akkor adjunk vissza egy hamis értéket. Jó, egyébként meg simán csak léptessük. Egyrészt a first-öt is, meg léptessük a s-t is. Jó? Ugye a first lesz nekünk az az iterátor, amit átadunk, amiben keresünk, tehát csak hogy még egyszer, az SI meg ugye a string iterátor. Jó, és akkor így szépen párhuzamosan fogunk lépkedni a dokumentumunkon is, meg a string iterátorunkon is. Mármint, hogy a stringünkön is, amit átadunk itt paraméterül. Jó? És nyilván nézzük, hogy ha nem egyezik, akkor rögtön visszadobunk egy false-t, mert akkor nem jó a match. Egyébként meg szépen léptetjük, egészen addig, amíg a végére nem érünk. Hát vagy a stringünknek, vagy a szövegünknek. Hát tudunk-e olyan esetet csinálni? Hát lehet olyan eset, hogy hosszabb a keresendő string. Hát, na mindegy, nem filózok rajta, millió-millió
programozórát lehet a hiba kezeléssel eltölteni. Most egyelőre ez így alapmegközelítésnek szerintem jó lesz. Jó, és akkor ugye annyit tudunk még itt csinálni, hogyha nyilván a végére értünk, tehát hogyha a szépen a végére értünk, akkor az azt jelenti, hogy elértünk a stringünk végére, és ha a menet közben nem dobtunk vissza false-t, akkor megvan a keresendő string. És akkor visszadobunk egy igazat, tehát visszadobjuk az igazat, jó, mert az azt jelenti, hogy akkor megvan a keresendő string részlet. Jó, hát reményeim szerint ez így rendben is van. Na, akkor térjünk vissza, mert akkor elvileg a find textet megírtuk, de mindjárt ránézek még. Ugye a find textbe kellett a find, azt itt megírtuk, ez keresi meg az első karaktert, meg kellett a match, ami pedig illeszti ugye a két szövegrészt. Jó, rendben van. Rendben van. Jó, és akkor még írjuk meg ezt a print found-ot. Ez még kelleni fog nekünk mindenképpen. És ezt a print found-ot pedig csináljunk meg úgy, hogy a dokumentumba írja ki azt a kis részt. Tehát a dokumentumba lévő előfordulást írja ki. Ezt pedig úgy tudjuk, hogy egyrészt átadjuk az iterátort. Hát egyrészt átadjuk a dokumentumot. Jó, tehát azt mindenképp át kell. Átadjuk a P-t. Hát igen, adjuk át a P-t. Jó, mert az a P az oda fog mutatni, ahol a szövegünk kezdődik. Ugye? Így van. Tehát ahol az illesztett szöveg kezdődik, az a P az oda fog mutatni. És hát csak annyi karaktert írjunk ki, tehát csak azt a részt írjuk ki. Hát, itt most kicsit megpatkolom a dolgot. Jó, hát nem elegáns, írjuk ki csak a... Tehát itt csak adjuk át a MyTextSize-ot. Jó, ugye ez az lesz, hogy hány karakter van ebben a stringben. Nem a legszebb, tudom, de most legyen így. Legyen így. Jó, na és akkor nézzük, hogy akkor hogyan is kéne ennek működni. Ez már tényleg nagyon egyszerű. Ezt ide is írom. Hát, simán csak egy kiírás tulajdonképpen. Mi is volt a neve? Print found. Tehát akkor legyen ez a sima kis print found. És akkor mit is akarunk? Egyrészt átadjuk a dokument referenciát. Igen, átadunk egy textiterátort, és hát egy sima integert, hogy hány karaktert akarunk kiírni. Ugye ennyit fogunk majd lépni ugye az iterátorral. Nem biztos, hogy a legjobb, de legyen így. Na és akkor szépen kezdjük ezt a kiírást. Így van. Hát ez most egy egyszerű kis for ciklus lesz. Ugye meddig megyünk? Egészen addig, amíg az i nem akkora, mint ez a character count. És ugye mit csinálunk? Ugye léptetjük a p-t. Jó. És akkor simán csak kiírjuk a karaktert. Jó. Hát ez tényleg ilyen nagyon, nagyon kis fapad, de egész egyszerűen csak írjuk ki a karaktert, léptessük az i-t. És úgy nagyjából ennyi. Jó? És akkor ez tényleg csak annyit fog csinálni, hogy a p-iterátor által mutatott karaktert ki fogja írni. Meg itt léptetget. Jó, tehát lépteti az i-t, meg a p-t. Hát szebben is meg lehetne ezt írni, de most mondom, ez csak tényleg ilyen segédfüggvény, meg még dobjunk itt egy új sort. Jó, rendben van. Na hát reméljük jól dolgoztunk.
Próbáljuk ki, próbáljuk ki. És ugye... Csinyétek, ugye... Jó, tehát beolvassuk a doksét, kérjük a dokumentumot, és itt keressük a szöveget. Na, lássuk! Elsőre lefordul, ez dicséretes. És akkor itt ugye már egyel több paraméter kell. Hát először keressünk valami akármit. Aha. Hát itt valami gond van. Gyanús, hogy ez egy végtelen ciklus. Jó. Ennyit nem kéne itt neki szüttyögnie. Jó. Na, keressünk hibát akkor. Mert talán megvan. Jó. Hát egy apró apróság volt. Okés. Na, tehát akkor megvan nekünk ez a fine text, és akkor itt szépen ki tudjuk írni most már a hibát, hogy pontosabban a keresett karaktert, ugye itt lefordítjuk. Oké, és futtassuk, és akkor ez a három A betű, ez nincs benne. Itt írja es nekünk, hogy nincs benne a karakter, vagy hát ez a string, de hogyha olyat írunk, akkor pedig kiírja nekünk a, hát itt jelen esetben az első előfordulást, jó? Tehát az első előfordulását a szövegnek. Jó. Oké, és na hát alapvetően ennyi lett volna ez a kis szövegkeresés. Lassan a idővel is kifutunk, egy pici idő elment ezzel a debugolással. Picit több, mint gondolnám, de mindegy, végül is azért sikerült. Jó. Oké, és rendben van. Na, akkor én mára ennyit gondoltam. Tényleg köszönöm, hogy itt végignéztétek és figyelemmel kísértétek ezt a kis egyszerű példát ebbe a dokumentumba.